Jó estét kívánok mindenkinek, nagyon köszönjük, aki ezen a péntek estén, ebben a kánikulában velünk tölti az idejét, és ez külön jár a köszönet a ma esti vendégeinknek, Lendvai Ildikónak, Hajnal Miklósnak és Latmon Tamásnak. És az első történet, illetve az első témánk az a nap mondata rovatunkban kerül önök elé, méghozzá Dajs Tamástól idézünk, így kapásból az adás elején, méghozzá egy hosszú-hosszú indexes interjúval, amiben több érdekesség is volt. Most egyet emeltünk ki, és csak azért fogalmazok ilyen nyíltan, mert hogy ez egy konkrét idézet lesz, amit most felolvasok. Ugye felveti Dajs Tamás azt, hogy milyen erős kampányra számíthatunk majd az EP választások során uniós szintéren, és ugye idehaza is, és szerinte Szájer József tapasztalatára újra szükség lenne, és akkor ennek kapcsán merül föl ugye hát az RSS történet is ebben az interjúban, és itt tér ki az alábbiakra Dajs Tamás. Józsi soha nem tagadta meg a szexuális irányultságát, de valóban nem tett a nagy nyilvánosság előtt manapság oly divatos bejelentést, coming outot. Kíváncsi leszek majd, hogy az LMBTQ közösséggel egyébként oly annyira rokonszenvező liberális és baloldali politikusok és megmondó emberek hányszor fogják majd őt nyilvánvalóan az európai értékek nagyobb dicsőségére simán lebuzizni. Visszatérhet Szájer József? Hát egyelőre, aki ezt a szót alkalmazza, az Dajs Tamás, és nem az ellenzék. Egyébként, amikor a Szájer botrány kirobbant, az ellenzék akkor sem azt tekintette bűnének, hogy meleg, hogy milyen a szexuális orientációja, sokkal inkább az alaptörvényt, sokkal inkább, hogy asszisztált olyan kirekesztésekhez, ami akár őt is elérte volna. De az, hogy milyen a szexuális hajlandósága, ez nem volt az ellenzéki vádak között. Gyanítom, a fideszesek egymás közt ezt is vádnak tekintették. Hát az egy valamitől rögzítsünk nagyon gyorsan, maga Dajs Tamás erre kitért, hogy régóta lehetett tudni. Tény, mindenki tudta. Mondta-e az ellenzéki oldalról valaha bárki Szájer Józsefről, hogy meleg, vagy akármi, beszélt erről ott bárki? Ott ültünk a parlamentben, tényleg mindenki tudta. De hát ez soha nem senki erről téma. Nem beszélt, ez a téma soha nem jött elő egészen az RSS történetig, és akkor is csak olyan fajta kritikákat fogalmazott meg bárki, ami egyrészt, mert hogy lockdown időszakban nem kéne bulizni járni, majdnem mindegy, hogy milyen buli, tök mindegy. Nem kéne megpróbálni elszaladni a rendőr elől, mert ez lesz a vége, utána még beleszalad az emberi forgatócsoportba is, tök ciki. És a legfontosabb, hogy ott jött elő az a fajta képmutatás, hogy miközben ő kijár Brüsszelbe, ahol megélheti ezeket a vágyait, de közben egy olyan alaptörvény szövegezésében vett részt itthon, ami ugyanezt más emberektől elveszi. Ezt úgy hívják, hogy ocsmány képmutatás. És a politikus, hogyha ezért kritikát kap, megérdemli. És a kérdésedre visszatérve, szerintem visszajöhetne Szájer József, de ezzel a szégyennel, hogy egy ilyen képmutató ember, szerintem egy normális országban a politikában már nem lenne helye a jövőben. És a Fideszen belül? Mert ugye ez az nyilván azért nem az ellenzéki közvélemény dönti el. Nem egy normális kör, nem egy normális személyi struktúra, ott még akár lehet is helye. Most használnám Dajs Tamás szövegezését, szeretném rögzíteni, hogy Dajs Tamás szövegét használnám, a Fidesz díszbuziának tökéletesen jó lesz. Azért Szájer Józsefre azt is tudni lehetett, hogy a Fidesznek az európai parlamenti munkájában, amíg benne voltak a néppártnak, addig a néppárt munkájában, ő azért nyilván nagyon aktívan részt vett, és annak egy illusztris tagja is volt. Tehát lehet, hogy erre utal ilyenkor Dajs Tamás. Az nekem azért hát kicsit szórakoztató volt olvasni, hogy nem tett nagy nyilvánosság előtt coming outot. Én ennél globálisabb coming outot nem tudok képzelni. Jó, a szándékos jelzőt kihagytam. Ez nem volt szándékos valóban. Igen. Hát, igen. Azt tegyük hozzá még az egy going out volt. Az ő szakmai jellegű munkahelyzőnek nagyon több könyv is van, aminek a címlapján Szájer József szerepel, és a jogállamiság szó. Ami Varga Judit és a Fidesz szerint azt se tudjuk micsoda. Ebből a szempontból nagyon komoly szükség van Szájer Józsefre a Fideszben, és annak környékén, hogy magyarázzel Varga Juditnak, meg a többinek, hogy mi az a jogállamiság, mert ő többet írt erről. Ezzel együtt én nem hiszem, hogy a Fidesz valóban visszahozza. Nem is arra gondolok, hogy ez Dajs Tamás magánakciója, inkább arra, hogy a Pride közelettével, amikor a fólia üttől kezdve több mindent
tragikomikus dologba keveredett a Fidesz, muszáj volt visszadobnia a labdát az ellenzékre, hogy igaziból az ellenzék homofób. Szerintem ez a mondat erről szól, és nem egy valódi visszahívási szándékról. Az tény, hogy nem ez volt azért a, ez volt a legnépszerűbb része az interjúnak, de azért az érdemi része, meg talán a mélyebb tartalmi részét is vegyük gorcső alá, mert hogy nagyon hosszan beszélt arról nagyon nagy meggyőződéssel, hogy Európában egy nagyon komoly, erős, jobboldali átrendeződés zajlik, német példával, francia példával, és ezt úgy hozta föl, hogy ez a Fidesznek milyen jó lesz, és ez mennyire meg fogja a Fidesz pozícióját erősíteni. Erről azért nagyon hosszan beszéltek már 2019-ben is, és akkor nagyon nem jött be ez a számításuk. Tehát valójában az Európai Parlamentben jelenleg gigantikus többsége van a szociáldemokratáknak, a néppártnak, és egyébként a Renew ALDE frakciónak, amikor együtt szavaznak. Ha még a zöldek is velük együtt szavaznak, akkor meg végképp. Én nem látom azt a lavinát, vagy azt a politikai változást, ami a Fidesznek a szövetségeseit, ami egyébként nemzetközi téren annyira sok nincs, olyan pozícióba hozná, hogy nekik európai parlamenti, akár csak többségük is legyen. Tehát ettől szerintem ők kilométerekre, hanem fényévekre vannak. Hát meg tegyük hozzá, hogy nincsenek is szövetségesei a Fidesznek. Tehát néha ilyen puszira kiválasztanak ilyen ezoterikus és jobboldali pártokat, aztán pofára esnek velük. Tehát lásd, mi történt az olaszokkal. Igen, tehát ez, folyamatosan ezt látjuk, ez évek óta lehet látni, hogy mindig kitalálják, hogy na most az új igazi európai jobboldal, aztán amikor az új európai jobboldal valahogy pozícióba kerül, akkor érdekes módon úgy tűnik, hogy mégiscsak azok inkább még mindig az Európai Néppárt felé törekszenek, még mindig azokkal akarnak beszélgetni. Valahogy az Istennek nem akarnak rájönni ezek az új európai jobbosok, hogy Orbán Viktor az ő új vezérük. Ez valahogy nem jön be. Kizárjátok? Én azt azért nem zárom ki, hogy bizonyos országokban egy bizonyos jobbra tolódás létrejön az EP szavazáson, hát ezt látjuk másfajta szavazásokon is. Annak én sem látom esélyét, hogy a centrumpártok többségét valami veszély fenyegetné, de valami erősödést azért el tudok képzelni, és Orbánnak már nincs több esélye, mint ebben bízni. Nem, az Európai Parlamentben mindig a tényleges erejükön felül reprezentálódnak a szélsőjobboldali pártok, ez politikai közhely. De ami egy nagyon fontos dolog, hogy ezek igazából nagyon ritkán tudnak valahogy egy frakciót alkotni például. Most se fognak valószínűleg, ugye legendás példa a 2007. január és november között működő, most hagyjuk, hogy én hogy szoktam hívni frakciót, ahol az olasz fasiszták megpróbáltak összeállni a Nagy Románia párttal, ugye ez azért lett lehetséges, mert a Nagy Románia párt 7. január 1-jel bejutott. Ez kb. 10 hónapig működött ez a frakció, amíg Róma külvárosában valami román bevándorló, aki cigány volt, az elkövetett egy bűncselekményt, és fölálltak a frakció és az olasz fasiszták, és közölték, hogy minden román cigány. Na, össze is esett a frakció úgy, ahogy volt. Ezek nem tudnak általában együttműködni. Most Orbán Viktor, hogyha ezeket próbálja meg szervezetten vezetni, úgy, hogy egyébként mindegyik, akár az AFD, akár Meloniek, mindig a néppárt felé próbálnak menni. Miért? Mert ott vannak a politikai pozíciók, ott van a befolyás. Orbán Viktor nem tud nekik mit ajánlani. Tehát azt mondja, hogy én leszek a vezéred, jó? Nem egy nagy ajánlat. Igen, tehát nem a legjobb ajánlat, amit el tudunk képzelni az európai politikában. Jó, hogyha most már megbeszéltük azt, ugye a Dajs Tamás interjúja kapcsán, hogy ki az, aki esetleg visszatérhet, beszéljünk egy esetleges távozásról is, ami szintén bejárt a ma a sajtót a hvg.hu írása alapján, ami megpedzi azt, hogy talán egy nagyon mély törésvonal kialakulhatott Orbán Viktor és Pintér Sándor között olyannyira, hogy akár leválthatja valamikor őt, még a cikk azt is megjegyzi, hogy esetleg Gulyás Gergely lehet az utód. Ugye amikor erről beszélgettünk, akkor azért többen azt mondták, hogy ez elképzelhetetlennek tűnt, hát évtizedeken keresztül. Korábban elképzelhetetlennek tűnt, mert úgy tűnt, hogy a két ember, mármint Orbán és Pintér, túl sokat tud egymásról. Én abban az egy esetben el tudom képzelni, ezt kivételesen nem is bánnám, hogyha Orbán érzi a kényszerhelyzetet, hogy ez a monstre tárca egészségügyel, oktatással nem tartható egyben, és ehhez egy jó alibit, apropót kínálna, hogy presztízsveszteség nélkül Pintér távozásával, aki állítólag már 22-ben sem nagyon akart miniszter lenni, hogy így erre hivatkozva szétszedjék. Mást is rebesgetnek, ugye ismert a Rogán-Pintér ellentét, és Rogán tagadhatatlan,
tagadhatatlanul kezesebb fiú, mint Pintér. Tehát és ott ugye a titkosszolgálatoknál volt egy komoly térnyerés Rogán Antalja vára. Ezt elvették tőle, ami hát szívügye, és megkapott minden mást, ami meg nem egészségügyi oktatás. Hát lehet, hogy ott már a választáskor volt valami. Ezt valami volt. Tehát ezt egyébként pletykálják régebb óta általánosságban is, hogy várható egy kormányzati átrendeződés, és várható néhány csere. Ugye kettőről most tudunk, mert Varga Judit lemondott, és az ő helyére is jön egy új miniszter, illetve létrejön egy új minisztérium, de pletykálják egyébként nem csak a belügyminisztériumról, hanem a pénzügyminisztériumról, hogy esetleg ott is változás lehet. A kérdés inkább a mikor. Tehát, hogy ez már hónapokon belül megvalósulhat, vagy inkább az EP választások utáni kivár esetleg ezzel a Fidesz. Én most azt mondanám, nem csak a mai hírek hatására, hanem mert annyiszor lehet hallani ezeket a pletykákat, mint hogyha ezeknek lenne valami alapja. Tehát én nem gondolom azt, hogyha a Fidesz meg akarja ezt lépni, Orbán Viktor meg akarja ezt lépni, akkor ő feltétlenül kivárna az EP választást. Igen, és azt se felejtsük el, ha okokat föltételezünk, hogy nem olyan régen vásárolta be magát Mészáros Lőrinc a biztonsági cégek piacára. A sajtó is megpendítette, hogy akár ott bizonyos konfliktusok is lehetnek, Pintér emberei és Mészáros, és az mondjuk így közvetlenül Orbán emberek között, ahol ezúttal ezek szerint az öregebb kutya veszítene. De ugye nem csak az az érdekes kérdés, sőt, a legfontosabb kérdés az nem a mikor, meg a két kire, hanem hogy oké, és akkor ez jelent érdemi változást a különböző szakpolitikákban? Jelent egy jobb kormányzást? Jelent egy irányváltást? Hát a mostani annyira rossz, hogy annál csak jobb lehet. Azért ezt azért már hallottuk sokszor. Én azt gondolom, igen, tudjuk, hogy mindig mondjuk, hogy nem lehet rosszabb, de mégis van. Én azt gondolom, hogy egy strukturális intézményi változtatások, azok mindig keretet adhatnak valami tartalmilag újszerűnek. És én szeretek egyfajta reményt azért saját magamban megtartani. Tehát ami ugye most, ahogy belügyminisztérium kinéz, annál minden struktúra csak jobb lehet, és hogyha egy struktúra, egy alrendszer kap egy önálló gazdát, mondjuk egy önálló miniszter formájába, akit ne adj Isten, mondjuk van valami minimális bekötése az adott szakterület szereplőihez, akkor ő azért csak érdekelt abban, hogy az ne legyen annyira rossz. Tehát ebből a szempontból bennem van egy kis optimizmus. Itt alacsonyan van a lét azért, ezt kicsit kívülről hallgatjuk, igen, hogy talán ne legyen annyira az probléma rossz. Nem is feltétlenül ez, hanem az, hogy a Fidesznek a kormányzása, meg az egész politizálása semmi másról nem szól, mint a történetmesélésről. Tehát itt ezek az intézmény változtatások akkor fognak megtörténni, és lehet, hogy van köztünk vita, hogy mikor, szerintem biztos, hogy nem a soros választások előtt, hanem utána. Hogyha valahogy például az európai parlamenti választásokat, de ugye az önkormányzati választásokat a Fidesz vezetés arra tudja felmérni, hogy látleletet vegyen a saját gyengeségeiről, képességeiről, potenciális lehetőségeiről, és ennek érdekében fogja átalakítani az intézményi struktúrát, a politikai struktúrát. Most sem azért csinálnak feltétlenül egy európai ügyi minisztériumot, mert ez egyébként jó, hanem azért, mert Varga Judit lép, Tuzson Bence jön, nem akarja azt a disznóolat tovább vinni, amit Varga Judit és Bóka János összehordott az elmúlt években, és akkor Bóka Jani megkapja, akkor csinálj rendet magad után. Tehát egyébként jó, szerintem tök jó, hogy lesz egy önálló Európa Minisztérium, de nem feltétlenül az, hogy jobb szakpolitika legyen, hanem személyi szempontok, ha úgy tetszik, történetmesélési szempontok indokolják. Na akkor a történetmesélés lesz a következő bejátszásban is a kulcs szó, mert hogy ugye kihelyezett kormányülés zajlik Sopron-Bánfalván, de azért senki nem maradt pénteki orbáni rádióinterjú nélkül, és a történetmesélés az folytatódott, akár a vilniuszi NATO csúcs, akár a nyugat, akár Ukrajna tekintetében idézünk pár gondolatot Orbán Viktortól. A miniszterelnök úgy véli, a háború elhúzódik, mert a nyugat ezt szeretné. A kormányfő szerint a béke Amerikán múlik. Miután Ukrajna már elvesztette a szuverenitását, nincsen pénze, nincsen saját hadiparja, nincsen saját katonai eszközgyártó képessége, pénzt is tőlünk kap, leginkább az amerikaiaktól, hadi eszközöket is az amerikaiaktól, meg a nyugatiaktól kap. Ha az USA azt mondaná, hogy békét akar, állítsuk meg a háborút, legyen tűzszünet, kezdjünk tárgyalásokat, az holnap reggel bekövetkezne. A kormányfő arról is beszélt, hogy bár voltak tagállamok, amelyek Ukrajna NATO felvétele mellett érveltek, végül a mostani csatlakozási kérelmet leszavazták.
ha azt csinálnánk, amit az ukrán elnök kér, akkor benne lennénk a harmadik világháborúba. Ugyanis abban az esetben, hogyha Ukrajnát fölvennék a NATO-ba, vagy fölvettük volna a NATO-ba, az azonnali világháborút jelentene. A miniszterelnök kitért az inflációra is. Fülön vagy üstökön kell ragadni, le kell törni, le kell birkózni, letaposni. Orbán Viktor úgy látja, a kormánynak van egy terve, amely segít ebben. Ezek közé sorolta az árfigyelő rendszert, valamint a kötelező akciózást is. Úgy látjuk, hogy minden hónapban csökkenni fog az infláció mértéke, mert az intézkedéseink hónapról hónapra meghozzák az eredményüket. A kormányfő szerint a gazdasági bajok tekintélyes része megoldódna, ha a szankciók megszűnnének. Ugyanakkor azt is kifejtette, hogy az inflációt nem a háború vége fékezi le, hanem ezt magunknak kell letörni. Inflációs megélhetési kérdésekről szerintem egy kicsit később beszélünk, mert lesz még külön ilyen témánk. Viszont, hogyha kivesszük a gondolatmenetből azt, hogy Ukrajna nem szuverén ország, akkor egyébként a többi állítás azért eléggé megállja a helyét. Tehát, hogy Ukrajna, Amerika, a NATO és az uniós szövetségesek támogatása pénzbeli, meg fegyver támogatása nélkül nem igazán tudná folytatni ezt. Nagy szavak ezek egy miniszterelnöktől, amely ország még békeidőben se tudja a saját tanárait kifizetni az unió pénze nélkül. Szóval azért itt én ezt fenntartással. Tehát ez megint a történetmesélés része, azt gondolom. Igen, és azt felejti el ezzel a történettel, amit azért már fél éve mond Orbán, tehát ez ugyanaz az embertelen történet, azt felejti el, hogy Európa és a NATO érdeke is, hogy Ukrajna talpon maradjon. Ez nem a háború pártiságból fakad, ez a mi védelmünk is, hogy nehogy egy agresszor, már mint Putyin, igazolást kapjon arra, hogy így lehet bánni szuverén országokkal. És mi jönne utána? Aki ezt nem látja, Orbán látja nyilván, Putyin kedvéért mondja, amit mond. De ha mégis úgy tesz, mintha nem látná, akkor azt mondja, hogy mindenki fejezze be a támogatást, megjegyzem közben ő is megszavazta a fegyverszállítást és a világon mindent, ez régi szokás. Szankciókat is, ez is régi szokás. Ha a támogatás abba maradna, akkor Putyin holnap egész Ukrajna ura lenne. Szeretne Orbán Viktor egy az oroszok által elfoglalt Ukrajna szomszédja lenni? Mert ha nem, akkor nem kéne ilyeneket beszélni. Valódi kérdés ez, hogy milyen békét akarunk, mert hiába mondja Orbán Viktor az, hogy itt vannak békepártiak, meg háborúpártiak, meg plakátra is írták ezt, hogy háborúpárti az ellenzék, de valójában mindannyian békepártiak vagyunk, csak mi azért azt is szeretnénk, hogy ez egy olyan béke legyen, ahol a szomszédos ország az nem Oroszország, Magyarország esetében, meg mondjuk egy olyan béke legyen, ahol ha megjelenik egy agresszor bizonyos területi követelésekkel, akkor azt nem adjuk oda neki csak úgy automatikusan, arról nem mond le csak úgy egy ország. Tehát pont az a szuverenitás, amit elhangzott, ha Ukrajna szuverenitását nem vonjuk kétségbe, akkor itt csak olyan béke elképzelhető, ahol visszaállítjuk az eredeti határokat. Ha Magyarország szuverenitása fontos, a miniszterelnök mindig elmondja, hogy milyen fontos Magyarország szuverenitása, akkor ki kell állni Ukrajna szuverenitása mellett is. Ez lenne a feladat, ez nem szokott annyira jól sikerülni. Nem változhat a hozzáállás úgy, ahogy közeledünk az uniós választáshoz és az amerikai elnök választáshoz? Hát én inkább azt érzem, hogy... mindenhol nyilván kampánytéma lesz. Szerintem ugyanezt fogja mondani még vadabbul. Már hogy úgy értem, hogy az amerikaiak és az uniós szövetségesek hozzáállása. Az Amerikában nem egész így van, hogy most azt mondjuk, hogy Orbán Viktor ugye az összes zsetonját megint rátolja Trumpra, ami esélyes. Azért én azt mondanám mindenkinek, javasolnám, és ezek nem titkok, tehát könyörgöm, nyilvánosan elérhető videófelvételek vannak arról, hogy Donald Trump miket mesélt, miket mondott az ukrán háborúról, tehát konkrétan, amikor elkezdődött, nem sokkal később, hosszasan gyalázta Bident, meg mindenki mást, és elmondta, hogy ő volt az, aki a legtöbb javelint adta annak idején Ukrajnának, és ha ő lenne az elnök, akkor egész Ukrajna javelinből állna. Na, ennyit arról, hogy Trump a békepárti elnök, amit Orbán Viktor szokott mondogatni, tehát ez megint a történetmesélés. Az amerikai belpolitikában nagyon nagy konszenzus van abban a kérdésben, és egyre úgy tűnik, hogy ennek még ez a trumpista ezoterikus szélső jobboldal sem akar belerongyolni, mert
ellenség neki kell, tehát a politikai kommunikáció. És ez a hagyományos ellenség. Hagyományos ellenség. A legostobább rednek is tudja, hogy mi az, hogy van olyan, hogy Oroszország, a Boszkó, ott laknak a komcsik, tehát ezt úgy, ez úgy működik. Tehát az amerikai belpolitikában nem polarizálódott ez a kérdés annyira, mint mondjuk nálunk. Tehát azért van egy új ellenség, tehát Kína is ott van neki, igen, abszolút, mint másik ellenségkép, és Trump megteheti, hogy inkább Kínára fókuszál Oroszország helyett. De azért, tehát egyrészt soká lesznek még az amerikai választások, jövő évnek inkább a vége, második felébe. Másrészt azért az amerikai politika, hál' Istennek azért nem úgy működik, mint a magyar, hogy Orbán Viktor éppen milyen lábbal kelt fel, és akkor az másnap este, vagy aznap este megjelenik kormányrendeletbe. Igaz az, hogy prezidenciális rendszer az elnöknek, vannak elég erős jogkörei, de azért vannak még fékek és ellensúlyok Amerikában. Egy bónusz kérdés a végére, mert nem állom meg, hogy nem. Tehát amikor még csak nem is Budapesten van a kormányülés, akkor minek kordont bontani megint? Minek kordont bontani? Mi rendszeresen, mert ugye ez a nyolcadik volt most. Akár van, hát én azt értem, hát az ember rendszeresen reggelizik, de azért ennek hírértékűnek kéne lennie, és így még kevésbé az, nem? Egyrészt ma is hírértükű volt, másrészt szerintem ez hát nem feltétlenül arról szól, hogy kormányülés van vagy sem, hanem a legfontosabb az, hogy ilyenkor is elmondjuk, hogy az a kordon az egy hazugság, hogy ott van. Most éppen ugye egy rendőrségi papírt is kaptunk erről múlt héten egyébként. De ezen már a rendőrséget se izgatjuk, hogy lebontják a kordon. Ez a rendőrség bevallotta azt, hogy ez egy objektumvédelmi, személyi védelmi intézkedés, ami miatt nem lehet ott átmenni, és ezért van ott ez a kordon. Csak eddig mindvégig azt hazudták, hogy ez építési kordon. Ma éppen ezért bontottuk. Védjen meg egy mondattal a Momentumot, az időzítésről függetlenül. A kordon ma már szimbólum. A kordon a kormánypolitika szimbóluma, a kormánypolitika pedig Sopronnál is ugyanaz, ha ott vannak, mint ha Budapesten. Egyébként legközelebb, ha Sopronban van kormányülés, akkor oda kell mennünk kordonban tenni. Tehát ez ennyi korrekció, azt megfogadunk. Oké, második rész, amiben többek között arról fogunk beszélgetni, de hát ez is egy szimbólum, hogy mennyire van pénzük a magyaroknak idén strandra menni. A reklám után is tartsunk velünk. Folytatjuk a naphírét Lendvaidikóval, Hajnal Miklóssal és Latman Tamással, és ugye az előző részben már idéztük Orbán Viktortól, hogy is fogalmazza, hogy fülön kell csípni az inflációt. Le kell gyűrni, fülön kell csípni, és hogy jó úton haladunk. Üstökön ragadni. Üstökön vagy fülön valahogy. Na így pontos, igen. Na és hogy mi most nem konkrétan erről, meg az inflációról fogunk beszélni, de szerintem majd eljutunk odáig is, hanem egy tipikus kérdés, ami minden nyáron mindig felmerül, hogy mennyibe kerülnek a strandok, mennyibe kerül a lángos, a palacsinta a strandokon, minden évben minden híradós riporter egy-két anyagot minimum csinál erről havonta. És most az a fő téma a következő bejátszásunkban, hogy hát odáig fajult ez a probléma, hogy nagyon sokan már inkább az vadvízi strandokat keresik, mert ennyire nem tudják a magyarok megfizetni a hivatalos strandbelépőket. Jön egy körkép erről. 10 000 forint ennyibe kerül, ha egy 4 fős család egy napig itt ezen a strandon napozna és fürdene a Balatonon. Sokan vannak olyanok, akik nem tudnak kifizetni naponta 10-12 000 forintot strandbelépőre, ezért azt is megkockáztatják, hogy például egy ilyen halastóban lubickolnak, csobbannak egyet, még akkor is, ha például tilos fürdeni benne. Ez pedig már a Kistolmácsi strand, rengetegen járnak ide Nagykanizsáról és Lentiből is, mert itt a fürdés ingyenes, nem kell belépőt fizetni. A település polgármestere turisztikai szempontból egy dolognak nagyon is örül. Az a szerencse talán, hogy a környékbeli fizető strandok mind zárva vannak, sajnos egyéb okokra hivatkoznak, úgyhogy nem tudjuk, hogy hogyan lesz a jövőben, de hát ez a strand egyelőre, mikor jó idő van, elég sokan vannak. A strandolók egybehangzóan azt állítják, a spórolás miatt jöttek ide. Ilyen strandokon, mint ez a Kistolmácsi Szabad strand, ahol nem fizetünk belépőt, helyette belépő árra megspóroljuk azt a pénzt, amit fönt mondjuk a Fortuna vendéglőbe, vagy akármelyik másikba eliszunk, eleszünk. Becslések szerint tavalyhoz képest a turistáknak nagyjából 10-15%-a választja anyagi megfontolásból inkább a szabad strandokat, vagy a vadvízi fürdőzést a fizető strandok helyett.
Valószínűleg ezt hívják úgy, hogy amikor bekopog a valóság. Tehát, hogy sokat beszélhetünk reálbércsökkenésről, meg inflációról, de azért itt tetten érhető, hogy mi zajlik. Nagyban egyébként ugyanez a Balatonnál, amit a turisztikai szakemberek elmondanak, hogy gyakorlatilag nem volt előszezon, és annyira sokat kell akciózni, hogy valahogy behozzák. Még a Mandineres újságíró is. Igen, épp ezt akartam mondani. Igen, ott is bekopogott a valóság, igen. De hát azért tényleg 4 fős családnak 600 ezer forint a Balaton, ugye erről írt, hát abból már el lehet jutni Horvátországba is. Őszintén szólva, ez nem is csak strandbelépő probléma. Az már korábban is úgy volt, hogy mi politikusok úgy gondoljuk, hogy ez uborka szezon, mert mindenki nyaral, de közben Magyarország fele nem tudott elmenni nyaralni, mert nincs annyi pénze. Most már nyilván hasszámot mondok, a 2/3 nem tud elmenni. Már 2 napra se a Balatonra, és így tovább. Ez komoly baj lesz, ezek az emberek nem tudnak regenerálódni, reméljük, hogy nem lesznek betegek a bányatóba, de az a bizonyos pihenés, ami mindenkinek járna, az nagyon hiányozni fog, és munkahelyi balesetek, meg egyéb bajok sokaságában fog megmutatkozni. Itt a strandbelépőkön túl egy intézményes kormányzati program kellene, legalább a gyerekeknek valamilyen táboroztatása. Erzsébet tábor. Igen. Hát van kormányzati program, hát most adják el a honvédség összes üdülőjét, meg mindent, ez is egyfajta kormányzati program, és ilyen pofátlan kijelentéseket, mint Gulyás miniszter úr, hogy hát az ember nem akarja a nyaralás közben is azokat nézni, akikkel együtt dolgozik. Na most beszélgessen már elég kicsit a honvédségben bárkivel, hogy azért a honvédségben, ilyen-olyan beosztásokban, igen nagy feszültségben dolgozók számára mondjuk a Balatonkenesei strand, valószínűleg a Hódmezővásárhelyi honvéd és a tatai, vagy a tatai honvéd, az amúgy se egymást nézegette állandóan, de például nekik az egy nyaralási lehetőség volt Balatonkenesén. Tehát ez is egyfajta valóságcsekk, azt gondolom, hogy amikor ilyenek történnek, az államnak van felelőssége bizonyos mértékig, ezt én még vadállat liberálisként is elismerem, hogy van az államnak bizonyos felelőssége, legalább például a saját személyi köre, mondjuk a honvédség tekintetében. Nem lehet ezt csinálni, amit ez a kormány csinál ezen a ponton. És nem tudom, miért csinálják, mert olyan hatalmas nagy bevételek szerintem ebből nem biztos, hogy vannak, viszont évtizedes struktúrákat tesznek tönkre, és ezek is emberek ezreitől fosztják meg a bármilyen kedvezményes, megfizethető nyaralásnak, pihenésnek a lehetőségét, és nem utolsó sorban, ha mondjuk Balatonkenesén, a nagy honvédségi üdülő komplexumban lent van mondjuk egyszerre 1000 ember, akkor az 1000 ember Balatonkenesén fogyaszt, költ, Magyarországon generál adó és egyéb bevételeket. Most lehet mondani, hogy hát ugyannyi pénzért, hogy olcsóban el lehet jutni Horvátországba. Bocsánatot kérek, én még mindig inkább Balatonpárti vagyok, mint Horvátországpárti, mert nem lehet elengedni ezeket a lehetőségeket. Ami szerintem fontos, hogy a strandokról beszélünk most így, mert nyáron ezek így reflektorfénybe kerülnek, de azért a strandok mögött is ugyanaz a jelenség van, mint mindenhol máshol, és nem a háborús inflációra gondolok, hanem arra az inflációra gondolok, ami egyébként az Európai Unió átlagának a 2-szerese, az eurózóna átlagának a 3-szorosa, de sok tekintetben még Ukrajnánál, meg Oroszországnál is nagyobb, Magyarországon az infláció pedig nem nálunk van a háború, hanem ott. Szóval én azt gondolom, hogy amikor a büfékben nézzük az árakat, vagy a strandbelépőket nézzük, akkor azért jussunk eszükbe az, hogy milyen havi inflációs adatokat láttunk, mert például az, amit az árstoppal csinál a kormány, hogy bizonyos élelmiszereken árstopp van, de valójában ugye csak bizonyos mennyiségig, na ez pont ahhoz vezetett, hogy mondjuk a büféseknek beszerezni bizonyos más dolgokat, az meg rettenetesen drága lesz. Az infláció miatt nyilván van egy komoly bérnövekedés is, stb., amit aztán ki kell gazdálkodni az ott élőknek, és ebben a spirálban én azt látom, hogy az üdülni vágyók, vagy a nyaralni vágyók állnak vesztés. És a nyaralni vágyó, az vajon mennyire rakja össze ezt a dominót, hogy én nem tudom, 3 éve még simán el tudtam vinni a családomat nyaralni, még akár el tudtam vinni tavaly is, mert hogy akkor kampányban elég sok pénz állt a házhoz, most meg már nem tudom elvinni, és hogy ez vajon akkor egész pontosan miért van, hogy most nem tudom elvinni? Szerintem összerakja magában, hát azt érzékeli, mondjuk a lángos árán, amit mindig mondunk, hogy egy év alatt 40%-os élelmiszerinfláció volt, és amikor azt mondjuk, hogy most csak 20% az élelmiszerinfláció, akkor nem azt jelenti, hogy olcsóbb lett, hanem még rájön erre 20%. A különbség abban van,
hogy beveszi a kormány propagandát, hogy ez Soros, Brüsszel, Zelenszkij, akárkinek a hibája, vagy nem veszi be? Az ellenzék itt mit tud lépni? Mert hogy ugye mindig arról beszélünk, hogy hát, hogy nincs alternatíva, nem mondja el, hogy mit kéne csinálni, de azért ez nem igaz, tehát hogy elmondja folyamatosan. Ugye mondják azt, hogy oda nem jut el, ahova kellene, meg ugye én is nagyon sokszor szoktam mondani, hogy de hát, hogyha valaki elmegy mondjuk nyugatra, akkor pontosan ugyanolyan árakat tapasztal, igen, vagy alacsonyabbakat. Csak a fizetése más. Igen. Csak más a minőség, meg más a fizetés, és akkor erre sokan azt mondják, hogy igen, de akit meg lehet fogni ezzel a kormányzati kommunikációval, ő nem jut el oda, és nem látja ezt a különbséget. Szóval ez egy padhelyzet egy kicsit. Én emlékszem, hogy egy-két éve kampányoltunk, hát főleg az északi parton vannak inkább a fizetős strandok a Balatonnál, és ott a szabad strandok mellett kampányoltunk, hogy legyen több szabad strand. Most már azt gondolom, hogy nem erre van szükség, vagy nem ilyen kampányokra van szükség az ellenzék részéről, mert valójában ez inkább egy általános megélhetési kérdés. Tehát most a strand az ennek inkább csak egy tünete, és sokkal általánosabban mindennapokban érinti ez az embereket. Ugyanazt csináljuk, amit eddig is, meg valószínűleg ez kell még intenzívebben, tehát helyi fórumokat tartunk, beszélünk erről, abban a médiában még, ami létezik, ott is beszélünk erről, de korlátozott az ellenzék elérése, korlátozott az, hogy hány embert tudunk megszólítani, és korlátozott az, hogy hány embert tudunk meggyőzni. Engem ez nap mint nap frusztrál, és ez nyilván egy olyan nehézség, amivel meg kell küzdenünk. Nem tudom, hogy mikor fog a magyarok többsége ráeszmélni, hogy Orbán Viktornak súlyosan benne van a keze abban, hogy ekkora az infláció. És mennyit számít az, hogy ugye tavaly ilyenkor hozzányúltak a rezsicsökkentés szabályozásához, most a családtámogatási rendszerhez, és ez is HVG pontos hír volt talán tegnap, hogy lehet, hogy küszöbön van az SZIA kedvezmények újragondolása is. Ezek mennyire számíthatnak? Ez azért fontos dolog, megjegyzem, a mieink, az MSZP-sek azért még kampányolnak strandügyben is, és ez se baj, ott is lehet jó ötleteket mondani, de ami most elhangzott, az azért fontos, mert a nyaralástól függetlenül is rámutat arra, hogy érti Orbán az infláció üstökön ragadását és megfékezését. Csupa olyan intézkedést hoznak, ami a legtöbb szenvedést okozó úton csökkentheti az inflációt, a fogyasztás visszafogásával, az emberektől a pénz veszedéssel. Fogyasztás csökkenés valóban szokta csökkenteni az inflációt is, csak ki mindenki, aki amúgy is nehezen él, fog ebben még jobban tönkre menni. Ezért kellene más valódi módszereket találni az infláció csökkentésére. Ugye csökken is a fogyasztás, tehát erről van a statisztikai adatok. Csökken is, ez is érték. 10-12%. Hát igen, csak ugye ez egy ördögi kör, hogy a fogyasztás csökken, a kamatkiadások nagyok, az uniós források nem érkeznek, és akkor be kell tömködni. És ugye még van számos olyan intézkedés, amit ilyenkor azért nagyon újra kéne gondolni, vagy át kéne gondolni, tehát az ilyen vérfagyasztó volt, amikor azt hallottam például, itt az elmúlt hónapokban egy nagy dérrel durral bevezették a vármegye bérletet, meg országbérletet, meg minden ilyen zöldséget, hogy ettől nagyon jó lesz, és akkor csak a például Balatonra tartó vonatokra meg pont nem érvényes egyik se. Mert hogy oda esetleg még mennének is az emberek. És akkor a kormány azt mondja, hát akkor, ez akkor oda nem ér. Hát ez a könyörgöm, pont, hogy esetleg az még talán segítene, hogy belföldi turizmus támogassuk, a Balaton környéki szolgáltatókat támogassuk, nem csak a nereseket, nem csak olyanok vannak a Balaton környékén, szeretném rögzíteni. És akkor ilyen intézkedések is születnek, amik még az esélyét is elveszik, hogy mondjuk az emberek valahogy baráti áron, vagy olcsón ne jussanak oda, ahol zöld szempontból se lenne rossz, hogy inkább vonat és nem benzin. Lezárjuk ezt a témakört az önök véleményével, mert hogy a napkérdése ide kapcsolódott ma, mert hogy azt kérdeztük, hogy önök megengedhetik-e maguknak, itt eléggé magasra tettük a lécet, amikor úgy kérdeztük, hogy heti rendszerességgel fizetős strandra járjanak, hát ugye van, aki ezt mondjuk havi rendszerességgel sem engedheti meg, és hát a minézén 93%-a erre a kérdésre nemmel válaszolt, és csupán 7-en mondták, vagy 7% mondta azt, hogy igen, megengedheti ezt magának, és az utolsó
utolsó témánk az egy nagyon konkrét ügy, viszont megint nagyon sok elágazása van szerintem, amelyek már sok érdekes általánosságot is magukban rejtenek. A napszáma rovatunkban az az összeg, amit mindjárt látni fognak, az a recski iszapömléshez köthető. Ugye itt a fotó az június 8-i, amit láthatnak, amikor is a recsken egy villámárvíz következett be, amely kimosta a település fölé létrehozott bányából az iszapot, és ez a domboldalon lezúdulva nagyon-nagyon sok recskiházat tönkretett, mint egy 50-60 embert pedig evakuálni kellett. Hát van politikai szála is ennek a történetnek, mert hogy az egyik érintett a cégben az Kósa Lajos ügyvédje és barátja, Fiák István, ő az ő résztulajdonában áll a bánya, és hát az a kormányzati megoldás született, hogy 500 millió forintot nyilván közpénzből szánnak a kártalanításra. És a 24.hu egy nagyon-nagyon érdekes oknyomozó cikket jelentetett meg ezzel kapcsolatban, és a képeket majd mindjárt látni fogják, ezer sebből vérzik a történet, szó szerint már a tájsebet leszámítva is. Például nagyon érdekes az, hogy az a villámárvíz, ami itt bekövetkezett, az bekövetkezett már máskor is, tehát hogy pár óra nagyon nagy mennyiségű csapadék hullott le, viszont ezt a bánya engedélyezésekor senki nem vizsgálta, konkrétan a 24.hu újságírói volt az első, aki az OMS-nél ezeket az adatokat kikérte, és az egyik bánya engedélyeztetésben illetékes ember meg is csodálkozott is, hogy az OMS-nél vannak ilyen adatok, amikor az újságíró rákérdezett. Mondjuk álljunk itt meg ennél a részénél a történetnek, hogy ez hogyan lehetséges. Tehát konkrétan úgy tűnik, mintha ez megelőzhető lett volna. Ez a tipikus felkészületlenség és a rossz kormányzás. Azt gondolom, hogy ez a tankönyvi példája a rossz kormányzásnak. Amikor mondjuk egy engedélyeztetési eljárás nem úgy van összerakva, szakmailag előkészítve, kitalálva, hogy mindenre kiterjedjen. Valószínűleg, amikor ezt kitalálta valaki, akkor nem lett megfelelően lekonzultálva az hozzáértőkkel, a szükséges egyéb intézményekkel, akik ebben képben vannak, és azóta, hogy jól van ez így alapon működött ez az egész. Előbb-utóbb az ilyenek mindig beütnek sajnos. Szerintem többről is lehet szó. Azt megfigyeltük az összes többi hatóságnál, műemlékvédelemtől tényleg környezetvédelemig, hogy úgy építik le ezeket a hatóságokat, vagy olyan káderekkel töltik fel olykor, nem tudom, hogy itt hogy volt, akik megnézik, hogy ki a tulajdonosa a cégnek, amelyiknek kiadják az engedélyt. Én tartok tőle, hogy Kósa Lajos barátjának neve már az engedélyezésnél is fölmerülhetett, hogy nem kell azt olyan alaposan megnézni. Egyébként megint a sajtóhírek szerint a lakosok már akkor mondták, hogy itt baj lehet, ellenzéki képviselő, nem is tudom, lehet, hogy a tietek, lehet, hogy más, és szóvá tette már akkor, épp csak a hatóság fogta be a fülét, talán tudta, hogy ebben az esetben jobb befognia. Bocsánat, hogy közben csak pont most látjuk azokat a képeket, amelyekből kristálytisztán látszik, hogy hát ami a terv volt és ami megvalósult, az egyáltalán nem stimmel, mert hogy hát egy ekkora csupasz domboldal nem szerepelhetne ezeken a képeken, mert a tervek szerint se a tájképet, se az erdőt nem szabadott volna lerombolni az építkezés során. És akkor itt álljunk meg egy pillanatra, mert hogy az is egy nagyon-nagyon érdekes párbeszéd, ami a 24.hu újságírója és a recski polgármester között zajlott még márciusban, és ezt felidézi a mostani cikkben is, mert hogy a faluban már akkor beszéltek arról, hogy ez a bánya egész egyszerűen más helyre került, mint ahová az engedélyek szóltak volna. És akkor egy picit hosszabban hadd idézem ezt a beszélgetést, hogy mit mondott az újságírónak a recski polgármester erre a felvetésre. Oké, de mit tudok tenni? Sodrásban vagyunk ezzel az egésszel. Én tudom, hogy a vállalkozónak milyen kormányzati háttere van. Párszor hívtam már telefonon, akkor mondta, hogy épp a parlamentben van. Máskor meg elmondta, hogy neki nagyon jó barátja a Szijjártó meg a Kósa. És akkor gondoltam magamban, hogy hát basszus, mit akarunk itt most mi itt rugdosni? Innentől kezdve én úgy vagyok vele, hogy Magyarországon vagyunk, mit lehet ilyenkor tenni? Hát ez basszus, legfőbb ügyész úr, munka van, legfőbb ügyész úr. Itt azért elég sok bűncselekményt hallottunk. Tehát ez basszus, tehát ennyi. Hogy azért ő érzékelte, hogy itt valami probléma van, és
És akkor annyival most ez a helyzet el van intézve, hogy 500 millió forintból kártalanítják az embereket? Közpénzből azért nem tudom, hogy volt-e ilyen Magyarországon, hogy egy magáncég által okozott kárt közpénzből fedeznek. Azért ez is példátlan, és ez is a tulajdonosi hátrével. Úgyhogy a magáncég illegálisan járt el. Sajnos mindig ez történik Magyarországon, tegyük hozzá. Tehát itt pont itt egyéni felelősség itt még soha nem nagyon volt, akárhol is történik az a verespataki aranybánya, tehát valahol mindig a közpénzből jelenik meg valamiféle kártalanítás, ami Magyarországon bekövetkező kár. De azt gondolom, hogy ez nem áll teljesen ellentétbe azzal, amit én mondtam az előbb. Tehát egy tisztességesen összerakott eljárás, egy tisztességesen működő, engedélyeztető hatósági, szakhatósági rendszer. Nem azt állítom, hogy tuti biztos megakadályozza az ilyeneket, de legalábbis egy bizonyos mértékig megnehezíti. Tehát amikor van mondjuk egy olyan hatóság, aminek a vezetője, vagy a vezetésében olyan emberek ülnek, akik képben vannak a területükön, és ne adj Isten egy kicsit attól tartanak, hogy ne adj Isten a személyes felelősségük előkerül, hogyha valami gebasz van, akkor ott nem biztos, hogy a polgármester ezt ilyen lazán el tudja intézni, el tudja oldani, ugye tudjuk a kormányzati kapcsolatokat, mert akkor egyáltalán nem biztos, hogy mondjuk a kormány, a polgármesternek osztanak lapot abba a kérdésbe. Nem állítom, hogy akkor ez... Most a polgármester próbált azért mondom, hogy nem állítom, hogy ez tuti biztos, hogy jól működne, de jelenleg azt látom, és nagyon sok más területen is, hogy ezek a intézményi feltételek sem adottak. Most ezek után nem szabad csodálkozni, hogy ilyenek történnek. Ha az intézményi feltételek meglennének, az eljárási feltételek meglennének, legalább esély lenne, hogy ilyenek nem történnek meg. Persze, akkor is megtörténnek. Tartok tőle, hogy bármennyire is próbáljuk most megmutatni ennek a helyzetnek az abszurditását, meg a helyiek számára a tragédiáját, mert itt ezek a házak emberek egy életmunkája. Igen, nyilván. Szerintem az emberek többsége lapoz. Tehát szerintem egy ilyen cikket viszonylag kevesen olvasnak végig, és mindaddig, amíg egy teljesen más történetben valakivel nem történik meg ugyanez, hogy mivel nem működnek jól a közszolgáltatások, engedélyeztetések, stb., ő nem üti meg a bokáját, addig nem éli át és nem érzi át, hogy ez miért probléma. És akkor itt behozhatjuk az akkumulátorgyárak történetét is. Amíg nem a szomszédomban építik, addig... Hát inkább másfelé nézek. De lassan mindenkinek a szomszédjába építenek, tehát azért szerintem ezt is el kell mondani, hogy ha ilyen hatóságaink vannak, amik bármit engedélyeznek, akkor fog épülni akkumulátorgyár. Győr-Szentivánon, Komáromban, Fóton, Debrecenben, Mikepercse, szóval mindenhol lassan az országban egyrészt, másrészt, amikor én olvastam a cikket, nekem a vörös iszap katasztrófa jutott eszembe. Nekem is. És nyilván az egy hosszabb lefutású történet volt, ott kevésbé gyorsan is léptek a szereplők, és ez is vezetett egy súlyosabb katasztrófához, de azért ez egy intőjel, és sajnos bármilyen jó hatóságaink vannak, bármilyen jó kormányunk van, akkor ezt most így a fideszes választóknak is szeretném üzenni. Sajnos természeti katasztrófáknak a korában élünk, tehát villámárvizek még Budapesten is vannak. Az egy más kérdés, hogy ezeket hogyan tudjuk kezelni, és ezzel kapcsolatban kellene, hogy így szembenézzünk a valósággal szerintem, hogy ilyen helyzetekre kell felkészülnünk, és ezért kell komolyan vennünk a különböző szakmai előírásokat, és ha politikai aktorok figyelmen kívül hagyják a szakmát, annak ez a vége. Bárhogy ezeken a településeken, egy önkormányzati választáson a választók összekötik a politikai felelősséggel ezeket az eseményeket, vajon? Ilyen súlyú esemény után már lehet. Ott azért a helyiek szerintem emlékezni fognak, hogy itt mi történt, hogy történt, és hát például az imént megénekelt polgármester is mindent el fog követni, hogy elmagyarázza az embereknek, hogy én a jó oldalon álltam, nem az én hibám. És akkor majd egy másik oldal, egy másik jelölt el fogja mondani, de igen, miért a tiéd, aztán vagy igaz, vagy nem, de ez legalább vitát generál. Tehát ebből a szempontból azt gondolom, hogy ilyen volumenű helyzetnek azért lehet egy pozitív hatás, hogy ez kimozgatja az ilyen összeasszott helyi politikai viszonyokat. De ez mondjuk nagyobb településekre is igaz, amikor mondjuk nem független a polgármester, hanem sokkal mélyebbek a politikai törésvonalak. Van, a Budapesten is akár ezt egy nagy, jó, de mondjuk arra gondolok, hogy egy ilyen Debrecen, Győr szintű település. Mire való az ellenzék, ha nem arra, hogy egyrészt ezt tudatosítsa. Köszönöm, hogy nem nekem kellett kimondanom. Igen, másrészt meg, hogy ezt a sok-sok sértett, lepusztított helyet valahogy összekapcsolja, az már nem az önkormányzati választásról szól, de ez a két lehetősége még most is megvan az agyon folytogatott ellenzéknek is. És ha megfordítjuk, egy-egy ilyen eset után esetleg van olyan,
hogy mondjam, informális jobb oldalon Fideszen belüli reakció, hogy na azért ezt már ne? Én nem tudok ilyen reakcióról, most nyilván nem hát látok, mondjuk azt gondoltam, hogy nem Hajnal Miklóssal beszélik mögé, meg, de hogy elképzelhető, hogy... Hát csak látnánk ennek nyomát, hogyha lenne ilyen. Én ma olvastam az Alkotmánybíróságnak a döntését, hogy Győrben sem lehet népszavazás az akkumulátorgyáról. Tehát azért én nem látom azt, hogy egyelőre bárki megnyomta volna a fékpedált ezen a, hát ezen a gépezeten. Novák Katalin megnyomta a féket Lázár János törvényjavaslatára. Jaj, Lázár Jánossal szemben mert egy féket nyomni Novák Katalin, Orbán Viktorral szemben egyelőre még senki nem. Ez a lényeg. Bezs, ami nekem kapcsolataim vannak így ezekben a rendszerekben, én azt látom, meg azt hallom vissza, hogy igen, van egy olyan önreflexió ilyenkor mindig. Tehát ez, hogy állítólag van aggodalom, tehát hogy azért ezt milyen ők sem. Irányú? Hát úgy, hogy ezt basszus kulcs, ezt lehet, hogy elkúrtuk. Nem kicsit nagyon. Óvatosan. Tudom, hogy ez idézetnek is minősíthető, de azért. Kulcs. Tehát ezek miatt a dolgok miatt még a Fideszemből is vannak. Van ilyen önreflexió. És azért is fontos, hogy az önkormányzati választás, mert ott például majd tökéletesen le tudja mérni a Fidesz elit, a Fidesz vezetés, hogy az egyes ilyen hibák hol, mennyiben jelentkeznek, mondjuk akár egy önkormányzati szintű vereségben, vagy ha még sikerül is valahogy behúzni, de azért a számok azért látszódni fognak, és azért lesz önreflexió. Van önreflexió, a 19-es önkormányzati választás, a Borkai féle ügy, Oké, hogy a győriek valamilyen számomra értetetlen oknál fogva csak újra választották Borkait, de a politikai vezetés levette a tábláról. Hát most szeretne visszajönni. Meglátjuk, hogy mi lesz. De ott is például volt egy ilyen önreflexiós folyamat, csak azt például nem akkor tették ki a nyilvánosság elé az eredményét, amikor az éles helyzet volt. Azt mondta, hogy drága öregem, akkor ezt még húzd be valahogy, vagy csinál valamit, és akkor talán megúszod, aztán nem úszta meg. Ez a Fidesz politikai logikájára egyébként nagyon jellemző, tehát hogy kiállunk egymás mellett, senkit sem hagyunk az út szélén, aztán azért majd aztán utána megbeszéljük. Igen. A probléma az, hogy ez az önreflexió, ez általában nem ér el a csúcsokig. Nem látom, hogy kormánypolitikát változtatna. Azt el tudom képzelni, pontosan, hogy mondjuk a helyi parlamenti képviselő most rosszul érzi magát, és talán morog egy kicsit össze-vissza, ez azért valószínű. De ettől még a kormánypolitika egésze nem változik, nem láttuk jelét. Ugye itt elhangzott, hogy a Fidesz szempontjából mi a hiba. Mi a hiba a Fidesz szempontjából? Mi minősül hibának? Mert ez annyira érdekes, hogy ez abszolút nincs fedésben azzal, amire azt mondjuk, hogy ez társadalompolitikai hiba, szakpolitikai hiba, és szerintük mi a hiba? Ha valamit nem dumálnak ki. Szerintem nekik nem az a valóságos hiba, hogy kimossák a földet az emberek háza alól, hanem az, hogyha nem fognak találni valamilyen ügyes magyarázatot, akár egy bűnbakot állítva, mert néha ez is előfordul, akár mindent megvédve, hogy minden rendben van, csak ez a lázadó polgármester biztos ott elrontott valamit. Ha ki tudják dumálni, akkor nem tartják hibának. Hiba az, ami népszerűségvesztést okoz. Igen, szerintem. Ennyi. Szerintem nekik ennyi igazából, ebben mérik a politikai sikert és a kudarcot is. És nem valahol, a valóság, valahol ez egy érthető szempont, tehát ha valaki totálisan csak a politikai kommunikációt nézi, akkor ezt lehet így értelmezni. Csak igen, van a valóság is, vannak az emberek otthonai. Na jó, de végülis mindig azt mondjuk, hogy hát a Fidesz mindent, akkor használjuk ezt a szót, ki tud dumálni, akkor mi múlik, hogy valamit már ő se tud? Vagy ők se tudnak, vagy ez a gépezet sem? Hát egyrészt az, hogy mekkora a hiba, másrészt meg az, hogy az ellenzék tud-e a dumával szemben ellendumát képezni. Tehát, hogy meggyőzőbben el tudja mondani az embereknek, meggyőzőbben tud-e történetet mesélni. Meg azt is el tudja mesélni, hogy ez most nem csak a te faludban történt, hanem hasonló történek itt, meg itt, magam ott, hogy az ország vészel 13 év alatt. Hát ezzel a vidám végszóval így bezárjuk a mai naphírét, meg egyébként az egész hetet köszönöm szépen, és önöknek is köszönöm a mai, meg az egész heti figyelmet Balázs nevében is. Ő várja majd önöket hétfőn, de addig is maradjanak itt az ATV-n. Szép estét!